Az utolsó koncertje a sorozatunknak magyar műsor. Mosonyit egyáltalán nem szoktak, vagy nagyon ritkán játszani, pedig nagyon jelentős zeneszerzőnek tartották a kortársai. És ez a kis rövid műve, amit Széchenyi István emlékére írt, jól megmutatja azt, hogy a romantikus, sőt mondhatni már szinte késő romantikus harmonizáció a verbunkos elemekkel együtt milyen izgalmas ötvözetet hoz létre. Azért, ha magyar zeneszerzőkről van szó, azt gondolom, hogy mindenkinek a nagypapája és az őse valahol Liszt Ferenc. És tőle is egy kevésbé játszottan fantasztikus művet játszunk, két jelenet Lénau Faustjából. A kontrasztja ennek a lassú, vontatott éjszakai menetnek és ennek az ördögi táncnak, ami a második Mephisto keringő, együtt érvényesül csak igazán. Egy nagyon tiszta gondolkodású, rendkívül intelligens és mélyérzésű hazafi volt Bartók, amit kevesen mondanak el. És azt gondolom, ez a hazafiság azért tükröződik ebből az utolsó műből is. Minden nagy zenekar repertoárján ott van a helye, és azt gondolom, minden magyar zenekar repertoárján kétszeresen is ott van a helye. Ezzel a nagyszabású művel zárjuk az idei évadunkat.